Idén Sárbagárdon tartotta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér megyei szervezete szakdolgozói napját. Az egészségügyi dolgozókat Mészáros Lajos és Varga Gábor országgyűlési képviselők mellett a Szent György Kórház főigazgatója is köszöntötte. Mint Bakos Gábor mondta, három feladatot lát el a kamara. Támogatja az országban az ápolási szakma színvonalának megtartását, megfelelő érdekképviseletet biztosít tagjainak, és támogatja az oktatást és az utánpótlás nevelést. Az utánpótlás jó kezekben van. Azt gondolom, hogy mind az oktatási, mind az egészségügyi intézményekben nagyon komoly munka folyik, úgyhogy az erősítés útban ezt tudom ígérni, lehet, hogy még egy-két évre itt lesznek. Az utánpótlás fontosságát hangsúlyozta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke is. Mint Balogh Zoltán mondta, 25-45 év közötti korosztályt szeretnék visszacsábítani az egészségügybe. Hozzátette, kevesebb fizikai és szellemi teher, valamint jobb ellentételezés esetén sokkal többen kipróbálnák magukat az egészségügyben. Sokan szereztek szakképesítést, de nem az egészségügyben dolgoznak. Sokszor néhány 10 000 forintos ok miatt vezethető ez vissza. A köszöntők után adták át a Semmelweis napi elismerő okleveleket, illetve az aranylámpás díjat is, melyet alapítása óta minden évben a kiemelkedő szakmai munkát végző egészségügyi szakdolgozóknak ítélnek oda. Idén a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér megyei szervezetének elnöke Bokorné Siker Erika vehette át az elismerést. Minden elismerésnek örül az ember, de amikor a közvetlen környezetéből a kamarai tagtársai javasolják a kamara díjára, ennél nagyobb kitüntetést én azt gondolom, hogy nem lehet elképzelni. Bokorné Siker Erika hozzátette, szerencsés, mert egy életen keresztül olyan munkát végezhetett, amit szeretett. Mindig sok jó emberrel volt körülvéve, olyanokkal, akiktől mindig tanulhatott. A későbbiekben pedig 20 éves főnővéri pályafutása alatt ő maga is törekedett mindig arra, hogy dolgozói jól érezzék magukat a munkahelyükön, hogy emberség és tisztelet, valamint megfelelő mértékű szakmaiság vegye körül kollégáit.